A legszebb erdélyi magyar dal 2023-ban az Oncsi Zenekar Merengő című száma lett. A marosvásárhelyi zenekarral dalokról, megmérettetésről, élményekről, jövőbeni tervekről beszélgettünk, de kíváncsiak voltunk a kezdetekre is. Már 1-4-ben elkezdtem ilyen rövid verseket írni, meg énekelgetni, de 5-ben kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, és hát rengeteg zenét hallgattam mindig is, és 5-ben döntöttem úgy, hogy akkor elkezdek énekelni, és 13 évesen írtam meg az első dalt. Egyszer hallottam egy gitárjátékot valami tévés adásban, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy nekem muszáj gitároznom, úgyhogy építettem Legóból egy gitárt, de hát az nagyon nem szólt, szóval a szüleim beújítottak egy gitárra, és hát azóta ez velem maradt. Mindenféle lelki vívódás, meg amit én eddig megtapasztaltam, az emberi kapcsolatok és a saját magunkkal való kapcsolatunk, és ezek az ilyen kis hegek, amik rajtunk maradnak így életünk során, ezeket mindig próbáltam beleírni a dalba, és ezek a fent és lentek, meg ezek a bonyolult helyzetek, amiben belekerülünk sokszor. Az Oncsi kezdetben Antónia szóló projektje volt. A zenekar megalakulásával a név megmaradt, csak a tagok száma növekedett. Közös munkára egyre többen kezdtek el felfigyelni, és a zenekar az első jelentős sikereket is elkönyvelhette. Többek között az Erdély legszebb dala idei versenyében. Hát ugye volt a Fájt a tükör és a merengő. Igazából azért ezekkel neveztünk be, mert ezek voltak kint, és ezek nekem már így megvoltak, mert ugye én egy ideig egyedül dolgoztam, vagyis producerrel, Kovács Norberttel, és a Fájt az 2022-ben íródott, vagy egyben íródott, ha jól tudom, és én írtam a dalt és a dallamot én írtam, mind a három dalnál, és hát ugye a stúdióban hangszereltük meg úgy, ahogy nekem is tetszik, meg úgy, ahogy jól szólnak. A fiatal zenekar az Erdély legszebb magyar dala cím mellett az év felfedezettje díjat is hazavihette, amit a Fight című szerzeményükért ítélt oda a zsűri. Szerintem mindannyiunk nevében beszéltek, úgyhogy fenomenálisan éreztük magunkat. A zsűriktől is viszonylag nagyon szép szavakat hallhattunk, és nagyon sok építő jellegű kritikát. És hát a közönség is nagyon vagány volt, szóval élveztük. Hát a zenekar titka szerintem a családias hangulat, és hogy mindannyian színes egyéniségek vagyunk, és kiegészítjük egymást. Remek hangulat van a próbákon, és tényleg az összhang az fantasztikus. A zenekar idei sikerei után izgatottan tekint az elkövetkezendő időszakra, a jövőbeni terveire. Most is már szerencsére vannak felkéréseink, úgyhogy lesznek koncertek, de érkezünk 8-10 dallal arra az albumra, és hát az várható szerintem azért évelejére, jövő évelejére. Thank you.